Sziasztok, Laposai Úcsi vagyok, és a Pajtakult legújabb vlogjával jelentkezem, nem is akárhonnan, Szlovákiából, mégpedig a Kassa vidéki járásból, Nagy Ida településéről. Itt a hátam mögött láthatjátok a Csáki kastélyt, amit 1688-ban építettek, de a településről már korábbi említések is vannak, mégpedig az 1200-as évekből, Nagy Béla idejéből. Amikor ide érkeztünk, a mai nap folyamán nem gondoltunk arra, hogy egy ilyen gyönyörű lábas pajtába fogunk itt botlani a kastély udvarában. Amint láthatjátok, van itt egy színpad, bizonyára nagyon jó kis szabadtéri koncerteket lehet itt hallani. Remélem, hogy majd egyszer mi is ide ellátogatunk, és majd sok-sok zenekarral fogunk itt muzsikálni, de egy gyönyörű szép angol park is található itt az udvarban, nagyon szép fákkal, éled a természet már itt a felvidéken is. És hát a mai napi állomásunk, fő állomásunk az egy igazi csűrbe fog végződni, mégpedig ellátogatunk az Ilosvai házba. Gyertek, menjünk tovább! Meg is érkeztünk ide az Ilosvai házhoz. Hát én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas épület együttes található itt. Gyertek, nyomjunk egy gombot, mert itt azért jó pár gomb van. Próbaterem, hát a kávén már túl vagyunk. Iroda, oda most nem megyünk, de ami minket érdekel, az a csűr és a szlovák-olasz todola gomb. Nézzük meg, kinyitja ki az ajtót. Kérem, várjon. Isten hozott. Hát szép jó napot kívánunk. Sziasztok, Isten hozott benneteket. Kupec Mihály fogad minket itt, az Ilosvai Néptánc Együttes művészeti vezetőjével fogunk ma beszélgetni. Több szakaszba épült az ingatlan. Először a próbatermet építettük fel, az volt az első, hogy tudjunk hol dolgozni, mert ugye 2010-ben leégett a kultúrházunk, aztán át kellett költöznünk a tornaterembe, na ott egy tornaterembe ez a közösségi munkát nagyon-nagyon nehéz építeni, hát, és akkor a feleségem Adriának volt az ötlete, hogy vegyünk egy régi paraszházat a faluba valahol. És akkor ez a régi része, amit itt látunk baloldalon, egész épület, addig azt a ugyan meg kutyabódig, ami ott van fönt, ugye ezt úgy hívják, és akkor ezt egy táncosunk adta el nekünk, nagyon jó áron, mert ő is érezte, hogy fontos ez, és aztán kezdtünk álmodni, hogy itt kiverünk egy falát, hogy akkor itt fogjunk meg táncolni, és akkor azt mondja, nem, építsünk hozzá valamit, és akkor jött. És mit található ezekben az épületekben? Hát itt az elején, mert bemehetünk, hogy ott most be van csukva, itt az elején van egy ilyen a tiszta szoba, és akkor itt vannak a kézműves szekció, ahol vannak szövés, gyékényezés, mézes kalácsozás, és aztán meg egy egyagozási műhely. És ezt így általában úgy, hát most pandémiát nem tudtuk szét rendesen befuttatni, de ma akkor is volt, minden hónapban körülbelül volt egy-két ilyen rendezvényünk, ami kézműves foglalkozás szempontjából. Ami még érdekes, hogy a Tinódi tanodát létrehoztuk, és akkor az Agyva bandával ők járnak minden szerdán ide, és akkor tanítják a kis lurkókat itt a régióból. Tehát népzene oktatás is folyik itt a ház keretében, nem csak néptánc, kézműveskedés, népzené foglalkozás, tehát egy összművészeti központ vagytok itt a felvidéken, a Kassai járásban. És hát azért itt menjünk erre be, mert ott ugye van az iroda, aztán van a kávézó, és akkor ez meg itt végül is egy ilyen közösségi helység, mert ha ezt az ajtót kinyissuk, most sajnos nincs itt kint, ez ki van padlózva, egész az egész része, és akkor ha kinyitjuk ezt az elúszhatós ajtót, bent muzsikál a zenekar, és akkor itt van a táncház. Ugye itt a kávézó, itt kis söntés. Na és akkor most vagyunk abban a helységben, ahol végül is, ugye ezek két kis ablak. Milyen jó meleg van itt. Igen, azért van meleg, mert minden szerdán és minden pénteken sütünk itt kenyeret, és abban a kemencében sül a kenyér, úgy szerdánként meg péntekenként 30-40 kenyeret sütünk, itt lakóknak, meg akik érdekel, de járnak van Kassáról is, Restéről is, meg minden másról. És hányan sütik? Keten. Egy házas pár. Illetve még nem házas pár, de ők Nagy Idai a hölgy, Pesten tanult péknek, ő egy bilinguális gimnáziumban jár, de neki az álma az volt, hogy pék akar lenni. Kétnyelvű. Igen, ő egy egyetemre akart menni, külpolitika, stb. Minden, de egyszerűen azt mondta, hogy ő pék akar lenni, ez volt az álma, meg is valósította, és most meg a faluba kezdnek csinálni egy pékséget, de addig mondtuk nekik, hogy jönnek ide itt a kemence, és akkor tényleg fatüzelésű kemence, és eredeti
kemencébe sülnek hát a kenyek. Hát meg azért a hangulat adja, tehát igen. Ez a hangulat, amit itt építészetileg is összehoztatok is. Nagyon szeretem a népművészeti értékeket megmenteni, ezeket az írásokat, falvédőket. Persze. És ez... azért így örömmel nézegetem, hogy nektek is vannak azért tájba illő beszólásaitok. Hát igen, hát most figyelj, az a lényeg, amikor ezt felépítettük, és akkor az első rendezvényünket megejtettük, akkor én mondtam egy ilyen merész ötletet a itt lakóknak, meg a környezőbelieknek, hogy aki úgy van, hogy van valami olyan ilyen régi, akkor ne dobja ki, hanem inkább hozzá ide. Igen. És akkor majd, ha nem jó, akkor mi dobjuk inkább. Itt ez ugye, ez egy padló. Próbaszőnyeg, ugye? Igen, balettszőnyeg, mert itt szokunk csinálni a táncházakat. Mert zenekar vagy ebben a sarokban van, vagy ebben a sarokban van, és akkor itt táncolunk ezen a táncszeren. Azt kikötöttem magamnak még annak idejével, amikor kezdtük ezt építeni, hogy ahol táncolni kell, vagy lehet, akkor mindenhol párnafás padló legyen. Az azt jelenti, hogy nincs fix pontja, uh-huh. és az izületeknek meg megfelel. Szóval még a táncházban is, amikor szórakozunk, akkor az izületeinket védjük. Tehát ez az első terem, ahol igen. járunk, és itt az Irosvai házon belül itt is van lehetőség táncra, és nézzük meg a másik termet, hogy még hol van lehetőség. Hát, néptáncolásra itt a portán belül. Hát akkor menjünk be a második terembe, és szerintem valaki már vár minket itt is. Ó, Andrea, szép jó napot kívánunk! Végis szorgos kedve! Andrea az Irosvai Néptánc Együttesnek az elnöke, végis ő is a lelke, szíve, és a kedves feleséged, és a feleséged, nem utolsó sorban. Nagy munkálatban vagy, ugye Andrea, mire készülsz? Hát vasárnap megyünk egy versenyre, hogy a Táncfórum rendez tornáján, és arra készülünk még egy utolsó vasalások. Mert ugye nem csak az egyik együttesünk megy, az Irosvai, hanem megy a Kis Irosvai, az Irosvai Aszu, meg az Irosvai. Szóval három szekcióval megyünk. Tehát a néptánc a fő profilotok, hány éve foglalkoztok néptánc oktatással? Fú, hát mi 93 óta vezetjük az Irosvait Andreával együtt. Összeházasodtunk, és akkor úgy együtt, akkor oficiálisan mi lettünk az Irosvai Selymes Péter néptáncőtes művészeti vezetői. Az együttes különben ez éve 71 éves már, mert 1951-ben alakult, olyan idősek vagyunk, mint az állami, és sok elődeink voltak, hála Istennek az elődeink megtartották ezt a folytonosságot, hogy ez mehessen tovább, és mi megtettünk egy szép hát koronát az egészre. Nagyon szép. Én nagyon sok sikert kívánok nektek ehhez a versenyhez. Köszönjük szépen, reméljük, hogy úgy lesz. Reméljük, és akkor gyertek, ezért nézzétek meg a próbatemet, hogy említettem kint a táncház részbe, akkor ott is ugye párnafa, és itt is a komplet próbaterem párnafa. Itt is van egy nagy terünk, igen. tehát ahol van lehetőség próbálni, zenélni. És a lényeg ugye az a fa, mert az, amit az egyik táncosunk azt mondta, hogy amikor ezt kezdtük építeni, hogy az udvaron van egy barackfa, hogy zsártogatnak, hogy váljunk ki. És akkor kivágtuk, és volt az ötlet, hogy hozzuk már be, valahogy használjuk fel. És akkor pont ugye ide betettük, mint az életfa, és ott mi vagyunk a gyökerei. Ti vagytok a gyökerei, és ott pedig az ágak, a kis csemeték, akik ágaznak szerte műhelyetekben. Igen. És az a kép is érdekes még, mert az egyszer Andrea látta egy ilyen naptáron, és akkor kerestünk még a Néprajzi Múzeumban olyan képet, ahol tánc oktatás folyik. És akkor ez az egyedüli kép volt. És akkor ezt megtaláltuk, kikértük a negatívját, és akkor kidolgoztunk ilyen plakátszerűségre, hogy az itt legyen fent, mindig szem előtt legyen, hogy a generációnak kötelessége átadni a kultúrát. Ígértél nekem még egy termet, igen, ugye? Igen, hátul van a csűrünk. Még pedig egy csűrbe fogunk látogatni. Az egy ilyen óriási, nem csak csűr, hanem ez egy ilyen színpad is. Na nézzük meg. Végülis itt rendezzük a fesztiváljainkat, táncoktatásokat. Itt az a jó, hogy komplet be van rendezve ez a csűr egy fény- és hangtechnikával, hogy bármikor lehet itt egy együttesnek akár színházi körülményeket is varázsolni, mert tudunk dolgozni a fényekkel. És ez sokszor egy új táncosnak nem mindegy, hogy állsz be a fényben, meg ilyenek. Szóval ezt mind gyakorolni kell. Hatalmas és akkor, a tér, igen, a és most sikerült nekünk a Nemzetpolitika Ármát titkásának köszönhetően megvenni azt a portát is, meg ezt a portát is. És így egy ilyen óriási nagy tér lett az egész. Hatalmas. És ezt meg így szépen kiülnek a nézők, körülbelül 1000 ember itt el tud férni, volt olyan. Bemegyek előre.
ezt szintén találtuk, ez itt szerencsén a múzeumban, egy régi képeslapot Tagyidáról 1908-ból, és akkor ebből csináltunk egy ilyen nagy paravánt, és akkor sineken van fönt, amit előrébb tudjuk húzni egész edáig, uh-huh. És aztán mögötte meg van a backstage magyarul. És akkor itt nyitjátok ki a igen, és akkor kinyitjuk a kaput, teret, igen, és akkor ez nyitva, és akkor itt lehet ugye táncprodukciókat csinálni, koncerteket csináltunk, itt fellépett van a Racka Jam, felléptek itt más-más zenekarok is, szóval tényleg mindig a fesztivált úgy próbáljuk összehozni, hogy ilyen nagy koncerttel pénteken. Mikor lesz legközelebb itt fesztivál, Misi? Augusztus 26-án lesz a Salon és Bandája, 27-én az Ilosvei Fesztivál, és 28-án meg úgy szoktuk befejezni, hogy mindig egy ökumenikus Isten tisztelettel fejezzük be, vagy az egyik templomba, vagy a másik templomba. Mert azért a két templom közt van a házunk, és ez nagyon fontos. És múlt éve meg például az Eszter Lánc adott itt koncertet. Amit fontos tudni, hogy ugye Nagyidán csak 18, hát most már az új számlás szerint 17% magyar van. Uh-huh. És nincs magyar oktatás a faluba, és akkor ez a ház végül is veszi át azt a szerepet, hogy a magyar nyelvet is néphagyomány által adjuk át az új generációnak. Mert sok olyan gyerek van, akik már nem beszélnek magyarul, de a nagyszülők még igen, és akkor a nagyszülőknek fontos, hogy elhozzák ide, és akkor népdalok által megtanulják. Mi az a kilométeres körzet? Tehát így Kassáról is járnak ide hozzátok? Igen, igen. Hát egész Bódavölgyéből, egész Szepsitől, Vendégi, Péder, Szepsi, Kassa, szóval az egész környékről, Szináról, az egész környékről járnak ide táncosok. Szóval aminek nagyon örülünk, mert ezt még visszakanyarodok a pávához, amikor voltunk az első pávában, ott ugye kaptunk egy külön díjat, hogy a döntőbe is bejutottunk ezáltal, és így meg aztán a döntők döntőbe is részt tudtunk venni, ahol nagyon-nagyon nagy örömünkre a közönség minket szavazatával továbbított egyel, amikor a zobori táncoltuk, és akkor bemutathatunk egy erdélyi számot, a Györgyfalvi szilvesztert, a Györgyfalvi bált, mert a Györgyfalva nekünk, mind településnek, a református gyülekezetnek, testvéri gyülekezete. Uh-huh. És mink így a Györgyfalviak egy kicsit ilyen közelebbi viszonyt ápolunk. És ez az a jó benne, hogy az egész Kárpát-medencét így nem azt mondom, hogy feleleljük, hanem egyszerűen kapcsolatban vagyunk, az a lényeg. És hát nagyon örülünk, hogy megtaláltunk benneteket itt a Partakult keretein belül is, mert ezzel még egy újabb kapcsolati hálóba is bekerültetek. És hát köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Látogassatok el minél előbb ide az Ilosvai házhoz. Azért szerintem a honlapotokon lehet csemetézni. Persze. Programokból, oktatásra, tehát ha erre jártok Kassa környékén, akkor gyertek el Nagyidára. Nagyon-nagyon szép dolgok vannak itt. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! Hello, sziasztok! Kövessetek minket közösségi oldalainkon.